Az Insztáj Roadshow keretében Debrecenbe látogatott el Lakatos Márk, Magyarország legismertebb stylistja. Stílustanácsokkal látta el az érteklődőket. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor kezdődött nála a ruhák iránti szenvedélye. Hát igazából én mindig is ezzel foglalkoztam, akár gyerekkori játék. Emlékszem, mindig babáztam nagyon sokat. Szerettem, imádtam Barbie-vákat öltöztetni, de szerettem élő embereket is öltöztetni. Már nagyon kiskoromban, például az anyukámat, aki egy fogorvos, és aki nagyon sok konferenciára járt. Emlékszem, hogy ide Debrecenbe is jött többször. És érdekes módon ilyen 3-4-5 éves koromban már így elfogadta azt, hogy én mit tanácsolok neki, és azt mondom, hogy így együtt mentünk mindenféle butikokba, hogy megvásároljuk neki azokat a ruhákat, amiben ezekre a konferenciákra ellátogatott. Meg volt két óvónénim, akit nagyon szerettem, és például mind a két óvónénit így képzeletben öltöztettem, hogy akkor mit adnék erre, mit adnék arra, mit csinálnék, kihez milyen ruha passzol inkább, az egyik egy ilyen romantikusabb karakter volt, a másik egy ilyen keményebb, és akkor már érdekes módon, hogy visszaemlékszem, 3-4 éves koromban azon gondolkodtam, Hogy hát Erzsi néni az inkább kosztümös, Vera néni inkább ilyen virágos, lenge, fodros ruhás, és gyakorlatilag innentől kezdve ez folyamatosan végigkísérte az életemet. Volt, amikor csak kedvelésről, és volt, amikor egy bizonyos pont után meg már gyakorlatilag azt mondhatom, hogy munkaként, vagy szakmaként, vagy hivatásként, nem is tudom, hogy hogy lehet ezt mondani, űztem, elkezdtem gyakorolni. A magyar nők öltözködéséről mit gondolsz? Hát én azt hiszem, hogy ugye nagyon sokat változott a világ, nagyon sok irányba lehet most már tájékozódni, nagyon sok márka van Budapesten és vidéken is, egyáltalán Magyarországon nagyon sok olyan cég van, ahonnan vásárolni lehet, interneten lehet, gyakorlatilag ugye az internetes vásárlás lehetőségével bármelyik trend, bármelyik aktuális divat hullám megszerezhető és itthon is megvásárolható. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez tágítja a horizontot, tágítja a lehetőségeket, és sokkal inkább esélyt ad arra, hogy valaki megtalálja a saját stílusát, ami szerintem nagyon fontos, és igazából én ott látom még a fejlődni való területet, hogy nagyon kevesen ismerik saját magukat is, hiszen ugye a stílus kialakítása az egy önismereti folyamat, az egy önismereti út, tehát minél inkább tudod azt, hogy te ki vagy, és te mit gondolsz a világról, és hogy gondolkodsz a világról, annál könnyebben és annál pontosabban tudod ezt megfogalmazni a ruhádban is, a külsődben is, a hajadban is, a sminkedben is, bármi másban. És ez azért nagyon fontos, mert ugye a külsőnk az egy nagyon erős kommunikációs eszköz. Beszéd nélkül is, ugye, ahogy itt sétálnak el itt az emberek, bárkiről a külsej alapján valamilyen ítéletet alkotunk, jó esetben nem egy előítéletet, hanem egy igazi ítéletet, és az nagyon befolyásolja azt, hogy ő mit mutat magáról, ő hogyan öltözött föl, ő hogyan viselkedik, hogyan mozog, milyen a haja, milyen a sminkje, milyen a ruhája, milyen a cipője. Tehát nagyon fontos kommunikációs eszköz ez, mert lehet, hogy nem is beszélünk velük életünkben egy szót sem, de mégis látjuk és érezzük, vagy megpróbáljuk megérezni, hogy ők milyenek. Lakatos Márk már több könyv is jelentkezett a hazai piacon. A legújabb ezek közül a Stílus kalendárium, amelyben beszél a női típusokról is. Igazából ugye nagyon sokféle tipizálás létezik. Egyrészt évszaktípusok, ugye, ami az arc, főleg az arcszín kultúráját veszi alapul, hogy kinek milyen a szemeszíne, a hajaszíne és a bőrszíne. Alaktípusok vannak ugye attól függően, hogy kinek milyen területei, a testének milyen területei erősebbek, vagy nem annyira erősek, és ugye ennek megfelelően meg lehet azt nézni, hogy objektíve ugye kinek milyen ruha áll jól, kinek milyen színű ruha áll a legjobban, de természetesen, mivel az öltözködés az egy kommunikáció, az, hogy elvileg vagy objektíve mi áll neked jól, ez nem biztos, hogy összefüggésben van azzal, hogy te mit akarsz magadról mutatni. Természetesen meg lehet tanulni a szabályokat, természetesen meg lehet tanulni azt, hogy miben nézel ki a legelőnyösebben, mi az, amiben a legjobban csillog a szemed és a legfrissebbnek tűnik az arcod, mi az a szabásvonal, ami a legjobban elrejti a nagy csípődet, vagy ki hangsúlyozza a kebleidet, de az, hogy te ebből mit akarsz megfogadni, az már csak rajtad múlik. Kíváncsiak voltunk, milyen üzletet ajánlana már egy középkorú nőnek, ha segítséget kérne tőle. Hát természetesen én biztos, hogy a saját boltomba vinném el, de itt még a fórumban nincsen saját boltunk, biztos, hogy a Style Republicot nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlanám, hiszen a mi filozófiánk az, hogy olcsó áron, és igenis nagyon olcsó áron nagyon stílusos darabokat is lehet vásárolni, és a stílus az nem pénztárca függő, hiszen ha te tudod magadról, hogy te ki vagy, és mi áll jól neked, akkor azt gyakorlatilag akár second hand boltban is meg lehet venni, hiszen ugye például a second hand ruhák ugyanolyan márkásak, jó minőségűek, és hogyha okosan rakod össze őket, és hogyha ebben esetleg segít is valaki, akkor tökéletesen működő stílust tudsz magadnak megalkotni, de hát ugyanígy, ha itt körülnézel, ugye a legnagyobb divatmárkák
gyakorlatilag a leghíresebb tervezők és a legdrágább divatházak trendjeit hozzák ide elérhető közelségbe és elérhető anyagi szintre, úgyhogy gyakorlatilag én nem emelnék ki senkit, hiszen azt hiszem, hogy igazából az a fontos, hogy egy ilyen helyen körbejárva, megnézve, felpróbálva a ruhákat, mert mindig azt mondom, hogy nem szabad megsporolni a ruhapróba idejét, mert akkor tanulsz magadról újabb dolgokat. Tehát felpróbálva, megnézve, ki kell alakítani az egyéni stílusodat, és azokat a darabokat kell megvenni, amiben jól érzed magad, és ami örömet okoz. Csak ez a titka az egésznek. Nem kell foglalkozni avval, hogy ki mit mond, hogy mit gondolsz, hogy mi illik, mi nem illik. Azt kell viselni, amiben örömedet leled. Márk a saját üzlete kialakításánál is törekedett a csak rá jellemző egyediségre. Próbálta a vintage stílusnak megfelelően berendezni azt. De mi is az a vintage? Hát igazából ugye a vintage az a pezsgők kultúrából ered, ugye azok a vintage pezsgők, amik régi nagy születekből visszamaradt olyan évjáratos pezsgők, amiknek már van történelme, és ugyanez működik a ruháknál is, tehát azért, mert éppen most az aktuális szezonnak a trendjeit próbáljuk megkövetni, attól még nem szabad elfelejteni az előző szezonokat, az előző éveket és az előző korokat, hiszen a divatban is folyamatosan visszapörögnek a trendek, visszapörögnek a különféle stílusok és irányzatok, tehát ami egyszer jó volt és minőségi volt és csinos darab volt, az mindig is az marad, tehát ezeket nyugodtan újra lehet hasznosítani. Ráadásul ugye egy olyan világban élünk, egy olyan korban élünk, amikor borzasztó sok szemetet gyártunk, borzasztó sok hulladékot termelünk, teljesen feleslegesen, nem csak hogy feleslegesen, hanem veszélyesen is a földünkre, tehát minél több dolgot újra hasznosítunk és minél több dolognak felfedezzük újra az értékét és azt új értékét tudjuk alakítani, azt szerintem a legfontosabb dolog. Tehát nyugodtan lehet keverni újat régivel. Idén például tavasszal nagyon nagy divat a 70-es évek stílus, hogyha valakinek van anyukájától, nagymamájától, vagy akár saját magától 70-es évekbeli darabja, akkor ezt vegye elő és keverje a mostani dolgokkal. Márka boltjában az eladók kiválasztására is külön figyelmet szentelt, hogy a vásárlók minden esetben úgy érezzék, mintha ő személyesen segítene nekik a ruhák kiválasztásában. De hogyan is? Természetesen az első és legfontosabb szempont az volt, hogy kedvesek legyenek és szimpatikusak, mert kedvességgel, pozitivitással, szimpatikus, érdeklődő hozzáállással még a szakmai ismereteket is egy picit lehet helyettesíteni egy ideig, mert azt gondolom, hogy a kereskedelemben talán az egyik legfontosabb hiány jelen pillanatban az, hogy nagyon kevés az eladó, nagyon kevés az a kereskedő, aki igazán érdeklődik a vevője iránt, és aki igazán úgy fordul ahhoz, aki bejön az üzletébe, hogy kell. Tehát ez volt a legfontosabb szempont, hiszen minden más tanulható, az, hogy most mennyire ért a színekhez, vagy a formákhoz, vagy mennyire követi a divatot, azt mi egy tréningen és folyamatos tréningen tanítjuk az eladóinknak, tehát nem feltétlenül szakmai ismereteket váltunk, hanem érdeklődést, nyitottságot és kedvességet. tavaszán, nyarán mik azok az alapdarabok, amelyeket javasolnál a nőknek beszerzésre? Hát én azt gondolom, hogy ugye jelen pillanatban olyan az egész öltözkő, vagy divatipari struktúra, hogy minden egyes szezonban nagyon sok trend van, azért, hogy mindenki megtalálja a saját magának megfelelő vonalat, a virágostól a fémszínekig, az erőszínektől a pasztelig, ugye mindent látunk, mindenféle vonalat látunk, hiszen mondjuk nem ugyanaz a szín áll jól egy nyár típusú nőnek, mint egy ősznek vagy egy télnek, tehát gyakorlatilag úgy alakítják ki az egyes szezonok trendszíneit, hogy mindenki találjon magának megfelelő árnyalatot. Ez biztos, hogy nyáron mindenképpen érdemes beszerezni egy olyan nadrágot, egy olyan szoknyát, amiben kényelmesen, kellemesen lehet a melegben is viselkedni. Ezek általában jó, hogyha világosabb árnyalatok. Aki nagyon nem szereti a saját mondjuk csípőjét vagy combját mutatni, akkor ott érdemes, vagy ki lehet váltani egy tengerészkékkel, vagy egy kicsit sötétebb árnyalatú kékkel, türkizzel, mert ez egy kicsit ugye kevésbé feltűnő, mint egy fehér, vagy egy citromsárga, vagy egy korallszínű, vagy egy lazacszínű darab. Ezeket mindenképpen érdemes beszerezni, és mindenképpen én azt tanácsolom, hogy laza és lezser darabokat hordjunk nyáron, hiszen az, amiben kényelmesen lehetünk, egy laza, lezser, akár férfi, fehér lenning nagyon sok jó szolgálatot tehet egy tengerész csíkos pólóval alatta, vagy egy farmer sorttal, vagy egy hosszabb farmer kaprival, hogyha valaki nem akar sortban járni. Az biztos, hogy nagyon sok dolgot a strandtól egészen egy esti viseletig megold egy jó minőségű, szép fehér ing, mert azt akár egy koktélruhára rá lehet venni, akár strandra, fürdőruha fölé föl lehet venni, tehát ezerféle használata van.
Sokan nem tudják Márkról, hogy az ELTE állam is jogtudományi karán kezdte tanulmányait, majd Madridban tanult idegenforgalmat és PR-t. Végül a Pécsi Tudományegyetem esztétika szakán végzett. Rengeteg helyen megfordult már a világban. Minket az érdekelt, hogy mi inspirálja őt, honnan nyeri ötleteit. Engem minden inspirál, én azt gondolom, hogy egy stylistnak pont az az egyik nagy lehetősége, hogyha nyitott szemmel jár, meg nyitott szívvel jár a világban, mert annyi sok minden van, de hát nem csak a világban, itt Debrecenben is, hát megérkezel egy helyre, és megnézed azt, hogy ott hogy élnek az emberek. Például jöttünk befelé most az M3-ason, és egy egészen fantasztikus fasor volt, ahol ilyen óriási nagy fürtös lila virágok voltak, és egy-egy ilyen hatás egy csomó mindent elindít benned, egy következő divatanyag, vagy egy következő színdarab jelmezeihez, vagy látványához beugrik egyszer csak. Tehát, hogy és ez szerintem abszolút életstratégia is, és nagyon jó lenne, hogyha mindenki próbálna afelé menni, és én is erre törekszem, hogy a lehető legegyszerűbb, meg leghétköznapi dologban is meglássa a szépséget, a csodát és mindent, mert akkor saját magával szemben is sokkal elfogadóbbak lennének az emberek. Tehát nem azt keresnék saját magukban, hogy bennem mi a hiba, hanem saját magának is tudna örülni, és a saját valóságának is tudna örülni, és nem feltétlenül egy ideához, vagy egy nem létező képhez próbálná meg magát hasonlítani sok ember. Annak örüljünk, amink van. Van esetleg példaképed, akár divattervezőről beszélünk, vagy akár civil emberről, bárkiről? Hát kifejezetten tehát példaképem nincsen. Én azt gondolom, hogy tényleg olyan sok emberrel találkozom, és olyan sok embernek a történetét hallgatom meg nálunk a szalonban, a tévéműsorokban, vagy bárhol máshol, hogy tényleg próbálom mindenki életéből kiszedni azokat a dolgokat, ami rá jellemző, ami az ő sztoria, ami az ő egyénisége, mert hogyha ezt megtalálja az ember, akkor gyakorlatilag folyamatosan ezer és ezer és ezer példaképet, vagy legalábbis példaértékű dolgot tud a különféle emberek sztoriából kivenni. Próbáljuk meg minden emberbe megtalálni azt, ami miatt ő példaértékű. Rengeteg nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy lételeme a szabadság. Elképzelhetetlennek tartja, hogy a klasszikus értelemben vett párkapcsolatban éljen. Vajon ez változott? Kérlek szépen, abszolút el tudom képzelni. Nagyon sokáig nem volt ez benne az én gondolataimban. És érdekes mondani, ugye mindig oda helyeződik az ember életébe a fókusz, amire koncentrál, vagy ami belép az életébe. Azt vettem észre magamon, hogy az elmúlt egy-másfél évben igenis valahogy készülök, vagy legalábbis így gondolkodom a dolgon, tehát belépett az életembe ez a történet. Nem tudom, hogy milyen eredménnyel, vagy milyen időpontban fog ez megtörténni, de biztos, hogy ez már valahogy az én életem része, ez a párkapcsolat téma. Úgyhogy majd meglátjuk.